Az anyát együtt állomás kettős céllal jött létre. Feladatunk egyrészt begyűjteni a többlettejjel rendelkező édesanyáktól az anyatejet, és eljuttatni az igénylők részére a kórházban ápolt koraszülötteknek, illetve az otthon gondozott csecsemők részére. Azok az édesanyák adhatnak le anyatejet, akik megfeleltek a kivizsgáláson, tehát negatív eredményük van HIV-vizsgálatról, Wasserman vizsgálatról, székletvizsgálatról, bőrgyógyászatról, tüdőszűrőről, és akkor ezen kívül nem dohányoznak, és nem szednek olyan gyógyszert, amelynek hatóanyaga átkerül az anyatejbe, és káros az azt kapó csecsemő részére. Anyatejet igényelhetnek azok a gyermekek részére, akik 8 hónapon aluliak, tehát egészen a születésüktől fogva, és a koraszülöttek, kissúlyú újszülöttek, érett újszülöttek, akiknek a hasi műtéttel járó fejlődési rendellenességben szenvednek, vagy például az édesanyjuk nem tud anyatejet adni részükre, és mondjuk elhagyta őket az édesanyjuk, vagy olyan gyógyszert szed, ami a szoptatást ugye ellenjavalt ez alatt, stb. Erre van egy szép szabályzat, jogszabály, és ez mondja meg, hogy ki kaphat anyatejet. Amikor az édesanyának megvannak a negatív leletei, akkor elkezdi az anyatejadás. Házhoz megyünk az anyatejért, ő leadja nekünk, és bekerül hozzánk az anyatej. Ezután magát az anyatejet fogjuk vizsgálni. Úgy történik ez, hogy mintát veszünk az anyatejből, és mikrobiológiai laboratóriumban fogják az eredményt megmondani, hogy megfelelt vagy nem felelt meg. Ezután végzünk hamisítási vizsgálatokat, amely a vízzel és a tehéntejjel tápszerrel történő higítást ellenőrizzük, hogy történt-e ilyesmi. Tehát az új anyákat kétszer egymás után megvizsgáljuk minden alkalommal. Amikor úgy látjuk, hogy elsajátították ezeket a higiénés eljárásokat, illetve megbízhatónak ítéljük őket, akkor utána már két hetente szúrópróbaszerű vizsgálatot végzünk. És utána mérőhengerrel megmérjük az anyatej mennyiségét, és utána pasztörizálni fogjuk. A pasztörizálás eredményét is megvizsgáljuk, és amikor megjönnek a megfelelő eredmények, ezután történik az anyatej kiadása az igénylők részére. Az állomáson 5 fok alatt hűtőkamrában tároljuk az anyatejet, addig, amíg eljutatjuk a rászorulók részére. Az édesanyák többféle helyről szerezhetnek információt, hogy hol érdemes anyatejet adni. Egyrészt a honlapokon is lehet érdeklődni, illetve a védőnők által. Mi nagyon szorosan együttműködünk a védőnőkkel, mert hogy nagyon szűk az az intervallum, amíg egy édesanyának anyateje van, tehát többlettejjel rendelkezik, és minél hamarabb eljutnak hozzánk, annál több anyatejet tudunk kiadni a rászorulók részére. A védőnök sok információval rendelkeznek, és mi hamarabb hozzánk irányítják az édesanyákat. Ezen kívül rólunk az Anyatej magazinunk által is lehet olvasni, és szeretettel várunk mindenkit. Aki jelentkezik a budapesti anyatejgyűjtő állomásra anyatejet adni, annak szóban is elmondjuk az információkat, illetve kapni fog tőlünk egy 24 oldalas tájékoztató füzetet a higiénés leírásokról. Ez nem bonyolultak, de be kell tartani őket ahhoz, hogy megfelelő anyatejehez lehessen jutni. Azért fontos, hogy van anyatejgyűjtő állomás, mert innen biztonságos anyatejhez lehet jutni. Tehát mind az anyák, mind pedig az anyatej be van vizsgálva. Az anyák az otthonukban lefejhetik a tejet, hűtőben tárolják, és ezért mi házhoz megyünk, tehát ki sem kell mozdulniuk otthonról. 2700 forintot fizetünk az anyatej literjéért. Azért fontos, hogy minél többen jöjjenek anyatejet adni, mert az anyatejjel életet tudunk menteni. Egy koraszülöttnek az életben maradási esélyeit megduplázza, hogyha anyatejhez jut.